Régi patinás fényében várja az érkező szerelvényt az 1986-ban épített felvételi épület a Székesfehérvár-Pusztaszabolcs vasútvonalon fekvő Zicsi újfaluban. 2 milliárd forint kormányzati támogatás keretében több mint 10 kis település vasútállomásának épületei újulhatnak meg. A Magyar Falu program célja a kis településeken élők életminőségének javítása, amelyhez a közlekedési infrastruktúra megújítása is hozzátartozik. Gyopáros Alpár kormánybiztos hangsúlyozta, az ingázók érdekében a Közút ZRT-vel és a MÁV-val működnek együtt, előbbi 300 km mellékutat újított fel. Tavaly indult együttműködés MÁV ZRT-vel, amelynek a keretében nyilvánvalóan azoknak az életét szeretnénk megkönnyíteni, akik vonattal járnak be a környező nagyobb településekre különböző ügyeket intézni. És ennek az együttműködésnek a keretében történt meghatározása, ha jól emlékszem, 11 olyan vasútállomás épület, amely leromlott állapotban volt, kifejezetten a falvakból, városokból bejárók életét könnyíti ezeknek a felújítása, adott esetben pedig újabb funkciókat is kaphattak ezek az épületek. Az elmúlt 4 évben országosan 680 milliárd forint támogatást nyertek el a kistelepülések, a családok, a civil szervezetek és a vállalkozások, mondta a térség országgyűlési képviselője. Tesszeri Zoltán hozzátette, a Magyar Falu program a magyar vidék legsikeresebb kormányzati programja. Több mint 450 sikeres pályázat révén közel 8 milliárd forint támogatás került Pannónia szívébe. 12 sikeres pályázat érinti Zicsi újfalut, orvosi eszköz és rendelő, óvodaépület és udvar, település üzemeltetési eszközök, önkormányzati út, mondjuk például éppen a vasútállomást megközelítő úthálózat, polgármesteri hivatal, faluház, kisbolt és 2 fontos civil szervezet is kaphatott ezekből a forrásokból, most pedig a vasútállomás átadásának örülhetünk. A Pusztaszabolcs-Székesfehérvár vasúti vonal 2 fővonalat köt össze, ütemes menetrend szerint járnak a motorvonatok. Ahogy Füzesiné Kolonics Ilona polgármester fogalmazott, az új alapokra helyezett vasúti menetrendnek köszönhetően már nem kell kora hajnalban kelnie a más településekre utazó iskolásoknak, akik korábban érnek haza. Ugyanakkor az ingázók számára is sokkal kedvezőbb helyzetet teremtett az igényekhez alkalmazkodó ütemes menetrend.